9. Ligetaljai kulturális rendezvény, amelyet sok értékes ajándékot sorsolunk ki. Veszett eszemiszom, dínondánom, tehát haladság! Minden kedves vendéget szeretettel várunk! Reggelire egy picit meg vagy csúszva, de ha hátrafordulsz, ott látod a tárcsán, az a hápiropi, tehát kacsatökörtő. Azután pedig lesz időrend, kronológiai szempontból mondom, itt lesz a taviropi, az pedig a kárászat, amit csak a szagyorba, de most mindjárt fűszerezzük. A főétel pedig a szarvasgombás vadisznók. És van itt egy szomszéd, aztán egy barátom, az pedig kimondhatatlan nevű, így mondjuk, hogy Posti, halászni, mi van benne? Mit mondta, mi az? Ikrában. Hát ezt kezdesz így tőmondatokba. Igen. És nagyon örülünk, hogy a legidősebb embert mi tudhatjuk a csapatunkban. Bandi bácsit, egy az erdészet, egy aranyos nyugdíjasát, egy barátunk szóval. Szervezet. Puszta börtönt lesz, Antal mondta, aki nincs itt, úgyhogy Gyuri mondta. Hát, ma összegyűltünk itt a Gandor és Antal Kft-től, ugye bármi kollégák, vagy kapikás főzünk, reméljük jó, sikerül is, hogy biztos, és szerintem elviszik az első. Most vagyok, Jani. Nem tudok, mert fáj a fogam. Tejszínes sütomba leves, békönnel, és csinálunk még egy pörtöt, majd így mindig van, hogy elkészülünk. Slalmuc készülünk most. Fűtojás. Száraz tésztával készült slalmuc most. Pásztors lambusz, pásztors lambusz. Nyiracsádi Móra. Rikárs csomfölkör. Oké, lesz egy. Barjuk. Életre nem így bírva, hanem bár. Malacú pörkölt és házi csigatésztával. Nyíracsár. Nyíracsár. Nyíracsár, nyíradot. Igen. Thank you.
Május 20-án 14 órától Nyíracsádon megrendezésre kerül a 19. Ligetaljai kulturális rendezvény, melyen értékes ajándékok lesznek kisorsolva. Lesz itt eszemiszom, dínomdánom, tánc, mulatság, gyerekeknek játékok. Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk. Június 2-án Nyírebrányban fogadhajtó verseny lesz rendezve. Tombolai földi egy csikó lesz. Oda is mindenkit szeretettel várunk. Szarvas gombás vadisznóbörtön Erdély ugonolyával tört krumplival. Igen, azután pedig rozmarinval sült kárász. Igen, előtte volt a vackor, egészség, Isten éltessen bennünket. És utána pedig szeretnék egy desszert bort kínálni utána, mert úgy harmonizálnak az ízek. Én biztos, hogy harmonizálni fogok. Most már én is! Ez desszert, tehát ez nem a hagyományos egy bor. Azt is meg kell inni? Nem kell. Meginni, figyelj, megkóstolod, piroska, megkóstolod, piroska, megkóstolod, belenyalsz és azt mondod, te szeretnéd meginni, juss a keszedbe. Tehát nem az, hogy nem iszod meg, hanem szeretnéd, megkérdez, hol van a bordója. Jó. Jó. Hát nagyon keserves út vezetett idáig, az üstházunk összerogyott, úgyhogy nagyon gyorsan kellett. És akkor úgy próbáljátok, hogy még egy kanalunk van, hogy... Én ezt, hogy
De hogy nem? Azt mondom, hogy ezt a pálinkát érdemes megkóstolni. Egész fiatos egészség. Tehát akkor így befolyásoljuk. Ha ezt befolyásolják, akkor minősül, de ennek az aromája. Figyeled a kezem, Edám! Hogy mit megteszek ért? Ereje van, de íze is. De a fiatalembert bír egy kicsit nagyobb magam. Most csak lé kell, mert van hal, tej, halikra, halszelem, lé, még egy kanál lé. Tehát sokféle volt. Eleve az, hogy sokféle volt, ez megint mutka. Tehát a 14-es évben meg 14-es legyen. A szarvas... Na, én egy mondjátok ki a többit, mert négy volt, ne én legyek középpontban. A szarvas csülök is nagyon finom. Én nem ennék szarvast, az biztos, de a polgárőrség. Na most az nem szarvasból volt, a szeltésből volt, csak szarvas csinálta. Akkor szarvas csinálta! Akkor jól átvágott, addig beszéltek. Azok a szarvas csülök, mert ez a jelző. Ja, jó. Nem az állat, hanem a jelző. Piroska hátul a bozókosban telefonon. A rejbészik a szusnyásban megvagyunk. Piroska! Gyere, mert itt a farkas! Hát nem magam a tej. 15-20-25 perccel készültem, hogy idejében be tudjunk mindent fejezni. Valóban, ahogy az egyik főző barátunk mondta, itt az ízek, a színek étvágygerjesztő harmóniáját megtapasztalhattuk. Azt tudták mondani, ugye, hogy borzasztó nehéz dolgunk volt, általában nem ismerjük ezt a kifejezést, de valóban így van, úgyhogy ezen a jeles napon nem hirdetünk győztest, mindenki győzött, köszönjük szépen! Viszont szintén, mint jó magam, nagyon szerette az ízeket. Az egyik rövid úgynevezett szabad versét olvasnám föl. A húsleves dicsérete. Ragyog szemem, csordulj ki nyálam az örömtől. Az ízletes húsleves tálalják íme elég. Nézd csak, mély aranysárgán csillog, mély orcsiklandó szaga van. És az íze, a mennyi íz, abban aztán a lélek ezt el neked igazán. Érzed-e mond, a velés csont, illatos, szöldséges, mérkőszeresed, gyömbér testet lehúgyító erejét. Csak ezért érdemes élni. Még hidd el, csak így tudsz nemesebb dolgokra figyelni. Különben kedbevesztett, fogatlan kutya vagy, ki mindenki mérgesen megugrat, s a legszebb sonkafalatra sem kíváncsi. Ezek után nem csigáznám tovább a izgalmakat. Antal Zoltán harcsapatikása. Csapatja, mindegy, a hetedik helyezett. Szintén egy torta jutalmuk. Azt mondják, sertésből volt a szarvas csülke. Gratulálok.
a nyíratcsádi romák babujása. Tessék megfordulni. Így, így. A két túra a vendégházban. Hát... Harmadik, legalább második. Ki? A harmadik hely, és most jönnek ugye a emelvényre föllépők. Kupások. A harmadik helyezettek az olimpián a görög-katolikus ifjúsági együttes egyesület tejszínes gombás tárkonyos. Mondhatnánk úgy, a mozgáskorlátozottak egyesülete, ott nem volt semmi. Miért tetszenek mindig háttal állni nekünk? Szembe a nappal. Neked jó gépet van. Ez az! Nem tudok rá beszélni, hogy beszállok a bolton. Ez valami testvériség, de úgy kered. Testvériség a szarvasgombás vadisznópörkölt, a rozmaringos kárász, és így tovább. A vadkacsa tepertő jutulós elé gomolyával. Ez egy testvériség, ez egy testvériség. És mindenkit szeretettel várunk a holnapi rendezvényeinkre is. Köszönöm szépen a figyelmet! Nem bír fel.